Az Európai Unió által biztosított több mint 800 millió forintból két helyen, a Csanádapácai út mellett, illetve a Kétegyházi úton valósul meg majd az ipari beruházás. Az iparterület bővítésének legfőbb célja a munkahelyteremtés, illetve a gazdasági élénkítése. Évek óta vannak olyan vállalkozások, amelyek jönnének Békéscsabára, de tulajdonképpen nem volt alkalmas terület arra, hogy letelepüljenek. Ugye tudjuk azt, hogy az ipari parkok szerte a világon igen erős ütemben fejlődnek a gazdasági, ipari fejlődésnek a motorjai ma már az ipari parkok, ezért is örömtelő, hogy Békéscsabán ez a két nagyjából összesen 20 hektárnyi terület, ez hamarosan alkalmas lesz arra, hogy vállalkozások települjenek ide. A várakozások szerint, ha megépül a két ipari park, akkor azok a cégek, melyek már korábban Békéscsabán szerettek volna befektetni, ide jönnek majd. Ahhoz, hogy ez így legyen, az ipari parkok mellett egyéb feltételek is szükségesek, melyek közül már több teljesült is. Épül az út, tehát mindenki tudja, hogy Békéscsabára fog vezetni egy autóút, másodszorban pedig hát nagyon jó munkalehetőséggel rendelkező cégek vannak Békéscsabán, akik fejlesztenek is, ilyen például a Csaba Metall, a Kner, a Mondi, a Hirschmann, és lehetne sorolni még egy párat, bocsánat, ha valaki kimaradt ebből, és egy nagyon komoly szakképzés folyik Békéscsabán, éppen múlt héten voltam a tanévnyitón, ahol nemhogy csökkenne, hanem lényegesen nő a gyermeklétszám, és lényegesen nő azon szakmák köre, amit elsajátíthatnak a fiatalok. Ezen meglévő és a jövőben épülő gazdaságélénkítő eszközök összessége vonzóbbá teheti a megyeszékhelyet a nagyobb befektetők számára is. Ez fontos, hiszen ezáltal a város adóbevétele és a munkahelyek száma is növekedhet majd. A tervek szerint a jövő év közepén kezdődhet meg a kivitelezés, és ha minden jól megy a munkálatok során, akkor 2019 nyarán adják majd át a korszerű ipari parkokat.